Vendégem Marti Mariák, köszöntelek a műsorban. Ja. Egy igazi, nem is tudom minek nevezzelek, Guinness rekorder is vagy, Londonban élsz kín, és egy nagyon jó kis zenekarod van. Nem emelem rád a tekintetemet. Hát sok mindent csinálok, de Londonban ez elég hétköznapi dolog, hogy ugye nagyon sok zenekar van jelen zenei életben. És hát nagyon sokan, főleg az utóbbi jó pár évben rászoktak a zenekarok, hogy magukat menedzselik, amíg el nem jutnak egy olyan szintig, hogy valaki átveszi őket. Hát most jelen pillanatban egy európai menedzserrel tárgyalunk, és már az ügyvédnél vannak az aláírni valók, úgyhogy reméljük, hogy ő a következő szintre tud majd minket emelni. Még mielőtt az Aquila, ugye? Igen. A zenekarnak a neve. Beszélnénk, mesélj kicsit erről a Guinness rekordról, ami 99-ben volt. Ez megdőlt már az út, egyetem mesélj, hogy mi ez? Igen. Hát tulajdonképpen ez egy nagy hangterjedelmet takar, ez a Guinness hangterjedelem világrekord, amit a Dresdai Karl Maria von Weber főiskolán döntöttem, ott volt 8 zeneprofesszor, és ők segítettek annak hivatalossá tételébe, hogy nekem a férfi basszus tetejétől a legmagasabb női koloratúr szoprán fölé terjed a hangterjedelmem, és természetesen a közte lévő hangterjedelmeket is tudom használni. Ezt ugye be kell bizonyítani, hogy ez egy zenei képesség, és nem pedig tudod rálépnek az ujjadra, és akkor sikítasz egy nagyot, vagy ilyesmi. Fúzsos, hanem... itt tudok hozzátok közel. Igen, és... ilyen közel is tök. Hát szóval tök igaziból... Igen, ez nem azt jelenti, hogy én valami mutáns vagyok. Ja, igen. Ez egy véletlen folytán derült ki. Voltam olyan szerencsés, hogy komoly zenészekkel voltam egy középiskolai kollégiumban, és ott volt egy Szentpáli Roland nevű, hát ma már világhírű zeneszerző tubás, és ő fedezte fel egy teljes véletlen folytán, így kalimpált a zongorán, én meg énekeltem, adott nekem énekórákat, csak így házi magánúton, és mondtam neki, hogy nagyon-nagyon szeretnék van nagyon magasat énekelni, mint például Mozart éjkirálynő áriában vannak azok a jó kis magas hangok, és mondta Roland, hogy hát ezt abszolút felejtsd el, mert te valahogy itt lent vagy, tehát akkor ugye a beszédhangom alapján az derült ki, hogy nekem ez a mély fekvésű hangom van. Roland pedig mondta, hogy hát ez a Mozart-féle dolog, ez ott a másik oldalon van, de hát ezt ugye akkor én még nem tudtam, hiszen egészségügyi szakközépiskolás voltam, tehát nekem közön nem volt ez az egész világhoz. És hát amikor Roland így végigment a zongorán, és megállapította, hogy mi is, akkor mondta, hogy jó, akkor mostantól kezdve engem nem tanít. Úristen, mondom, biztos valami rosszat csináltam, biztos sikítottam, ez biztos ártalmas, vagy betegség, vagy akármi. És mondta Roland, hogy sajnos ő nem tudja vállalni felelősséget, nekem most itt ezzel meg kell találni az utamat, de hát ez nem lesz valami egyszerű, mert hogy ez ide se passzol, és oda se passzol, és akkor kezdtem el így ilyen különböző irányokba gondolkodni, hogy nem konkrétan akkor operaénekesnő leszek, vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom, hanem akkor keresünk valami kreatív utat, és egy éjszakai ilyen Guinness rekordok könyve lapozgatás alkalmával észrevettem, hogy hoppá, hát ezt meg lehetne dönteni, ezt a Guinness rekordot. Na de hát hogy csinál az ember ilyet? Ez nincs leírva egy receptkönyvbe, hogy most te hova mész, vagy mit csinálsz, és hát fölkerestem ezt a Dresdai könnyűzenei művészeti főiskolát, igen. És ott ez a 8 professzor volt olyan kedves, hogy azt mondták, hogy szívesen leellenőrzik és aláírják. Aztán elmentem a főiskola stúdiójába, ott sikeresen megmutattam, hogy ezt ugye fel is énekeltem az egészet, és aztán egy nagyon lelkes újságírónak köszönhetően még sikerült egy vérvizsgálatot is kicsikarniuk tőlem, ugyanis nagyon kedvesen megírta, hogy olyan mély hangja van, mint Marlene Dietrichnek, aki tesztoszteront szedett. Akkor erre ugye be kellett, így van, tök aranyos vagy, de ez nekem most azt jelenti, hogy bele kell menni egy vérvizsgálatba, de hát mégis nem volt titkolni való, úgyhogy tessék, csináljátok, és hát amikor mindez megtörtént, akkor nekem utána ki kell utaznom Angliába, mert hogy akkor én még egy szót sem beszéltem angolul, úgyhogy gyorsan meg kell tanulni angolul, kimentem, 3 hónap alatt megtanultam angolul, és akkor utána vártam, hogy akkor majd Guinness Show akkor esetleg hívnak, és sajnos a műsort akkor levették a televízió műsoráról, mert ez hol van, hol nem van, hát nem tudom, biztos hallottál róla, de ettől függetlenül hát elindult valami, és úgy voltam, hogy hát most amerre sodor a szél, és aztán utána ebből adódóan ugye jelentkeztem egy zeneművészeti főiskolára, megalakítottam az Aquilát, és ott elkezdtem kreatívan használni, mert úgy döntöttem, hogy nem szeretném ezt a képességet, tehát ilyen cirkuszi mutatványként visszaélés, stb. Tehát nekem nem tetszik az, amikor arról szól valami, hogy hú, te most minden áron mutogasd
azt, amit van, vagy kell, vagy se, hanem a zene alárendelni végül is, és használni, amikor értelme van. Hát utólag gratulálok a díjhoz, és akkor meséljük egy kicsit az Akilláról, de még mielőtt elkezdenénk, nézzük meg egy videóklipet, amit azt hiszem, hogy hoztál nekünk. Igen, ez a Timeless című videóklip, ami a nem sokára megjelenő nagy lemezünknek a címadó dala. Na, hát akkor nézzük is meg. Mesélj egy kicsit az egész klipről, a zenekarról is egy pár szót. Jó, hát akkor kezdeném a videóklippel. Aha. Ezt egy eléggé befutott filmes készítette, Zachary Denmannak hívják, aki szerencsénkre olyannyira beleszeretett az egész albumra, hogy aztán jött koncertjeinkre is, és egy ilyen VJ-sót varázsolt, mert miután elkezdtünk ezen az egy dalon dolgozni, ő mondta, hogy nagyon szívesen továbbiakban is közreműködni, és akár az egész albumra képanyagot gyártana. Őt egyébként a Raindance Fesztiválon ismertem meg, ez egy filmfesztivál, ami Londonban kerül megrendezésre minden évben, és hát most majd benevezzük különböző ilyen versenyekre ezt a videoklipet, aztán meglátjuk, hogy mi mindent érünk még el vele. Hogyha kiadjuk a lemezt, akkor szeretnénk jótékonysági célokra is adakozni belőle, tehát hogyha bármivel, az UNICEF-fel, a WWF-fel, vagy akármely, vagy WWF, ugye itthon, ezekkel, hogyha sikerül így összhangba kerülni, akkor szerintem ez nagyon előnyös lenne számunkra is, és talán számukra is, hiszen ugye egy ismertebb együttesnek valójában sokkal nagyobb neve van,
azonban velünk meg ugye könnyebb szövetséget kötni, és vannak dalok, amik kifejezetten témába vágnak. Tehát a szövegíró én vagyok, és tudom, hogy ugye a dalok főleg a természetről szólnak, és főleg ilyen költői irányba mennek el, tehát nem az a kemény rock metal, hanem inkább az a színesebb, inkább poetikus szövegvilág jellemző. Mesélj egy kicsit, hogy ez a klip, ez miről szól, biztos nagyon sokan értik, de azért akik nem, annak áruljuk el, hogy... Hát ez a Timeless tulajdonképpen az én nagy álmom megvalósulása. Uh-huh. Ez arról szól, hogy hogyan, tehát valójában az időt próbáltam megfogni valahogy, és hát kár, hogy most nincs előttem a szöveg, úgyhogy nem tudom így fejből lefordítani magyarul, de a lényeg az egésznek az volt, hogy tulajdonképpen a múlt és a jövő adja nekünk a jelent, és hogy mennyire megfoghatatlan dolog valójában ez az idő, és hogy mennyire vágyunk az időtlenségre, és ezáltal említem meg például ilyesfajta hasonlatokat, hogy mint ahogy a fák belsejében a gyűrűk ugye számolják az éveket, viszont ez az egész rejtett, tehát nem tudhatod, hogy hány éves a fa, és tulajdonképpen az erdő az ezért egy időtlen dolog, tehát nem tudhatod, hogy hány száz éve fekszik ott az egy erdő, egy földterületen, és hogy hát tulajdonképpen ugye az időtlenség, amire mindenki vágyik, hogy nem is az, hogy örök élet, hanem inkább az, hogy te úgy mindenhol jelen legyél, és tapasztaljál, és hát igen, időtlenség önmagáért beszél. Kimentél Londonba, megalapította ezt a zenekart, hogy összeköd a társaságot, ez hogy nézett ki? Hát ez egy hosszú és bonyolult folyamat volt. Én elkezdtem a zeneművészeti főiskolát, aztán ugye hát a főiskolai kapcsolatokból adódott az első alapanyag. Én eleinte nem is zenekart akartam alkotni, hanem egy Nightwish nevű híres finn turnézó zenekar énekesi pozíciójára pályáztam, és arra íródott meg az első dalunk, az úgynevezett White Flower, és ezzel a dallal neveztem be, és el is jutottam az Abbey Road stúdióba, ahol találkoztam a zenekar tagjaival, tehát benn voltam ugye az utolsó fordulókba. Aztán nem engem választottak, mert ők egy sokkal popposabb irányzatot akartak venni az énekesnő részéről legalábbis, és én nem az voltam, ez egyértelmű, de nagyon büszke voltam, hogy eljutottam odáig, és hát végülis ebből alakult ki az Attila, mert amikor megírtuk ezt az egy dalt, ez rögtön ott landult egy zenei újságnak a válogatás CD-jén, és annyira megtetszett az újságnak, hogy mondták, hogy akkor küldjük a többi dalt, és mondtuk, hogy egyáltalán nincs is többi dal, nekünk nincs nevünk, mi gyakorlatilag ezt az egy dalt írtuk, már ne hülyéskedjetek, hát folytassátok, hát ez tök jó. Jó, hát akkor megírtunk még egyet. Az meg rákerült a metallemelbe. És hát tudom, hogy vannak emberek, akiknek vannak befolyásuk, meg protekcióik, meg stb. És hát nyilván úgy egyszerűbb előre jutni, de nekünk valahogy így tényleg égből csöppent a média segítség. Mindaddig, ameddig fel nem fedezett minket egy Malcolm Dome nevű, hát nemzetközi hírű, nem csak hogy újságíró, hát ő már inkább egy zenei legenda. Ő egyébként ír könyveket is, ilyen AC/DC, Motley Crue, tehát amit el tudsz képzelni, videoklipekbe szerepel, újságokba ír, és ő elkezdett minket támogatni, írt nekünk egy nagyon szép életrajzot, egy ajánlólevelet, és hát az akilamusic.com, hogyha bárki ránéz a honlapunkra, ott található sok minden érdekes információ, többek között az is, hogy ő mit gondol rólunk. Na hát gratulálok ahhoz, hogy az álmaid megvalósulni látszanak, ha jól mondom. Igen. És akkor kívánom, hogy a továbbiakban is sikeres legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.